A jó bulik mellett magas szintű tudás átadás is zajlik a Nyíregyházi Egyetemen, kezdte beszédét a szerdai oklevél átadón a rektor. Hozzátette, egyre fontosabb szerepet kap a nemzetközi esítés is. Az intézmény hallgatói ilyen kormentori szerepet kapnak. Az Erasmus program keretében ide érkező külföldi hallgatók életének megkönnyítése mellett feladatuk az is, hogy vonzóvá tegyék Nyíregyházát és az egyetemet a számukra. Akik itt tanulnak, az kettő angolai hallgató van, akik magyar nyelven tanulnak, de Erasmusos hallgatók azok évente 100 körül érkeznek a Nyíregyházi Egyetemre, de ők csak rövid idejük, egy-egy két-három hónapos időtartamot vannak itt. Nekünk az a fő célunk, ezek a hallgatók is nagyon fontosak, de a fő célunk az, hogy minél több külföldi hallgató teljes képzést ideje alatt tanuljon a Nyíregyházi Egyetemen, és itt szerezze meg a diplomáját. A mentorok közül négyen kiemelkedő munkát végeznek, ők rektori elismerő oklevelet vehettek át. Közülük az egyik Ignáció, az angolai fiú gépészmérnöki alapképzési szakon tanul a Nyíregyházi Egyetemen. Az ő érintettsége miatt az angolai köztársaság magyarországi nagykövetsége is képviseltette magát az eseményen, hogy jobban megismerjék az itteni lehetőségeket. Magyarország már egy fejlett ország, Angola pedig fejlődésben van, ezért hasznos lehet, hogy az angolai diákok itt tanulnak. A Nyíregyházi Egyetem egy csodálatos intézmény, látszik, hogy jó képzések vannak, ezért szeretném, ha sok angolai jönne ide. Ez erősítené a két ország közötti kapcsolatot. A jelenleg 4000 diákkal és 200 tanárral működő Nyíregyházi Egyetem a további kapcsolatok kialakítása és erősítése érdekében 2020. szeptemberétől angol nyelvű képzéseket is indít. Mezőgazdasági mérnök, gépészmérnök, zenekultúra, biológia és posztgraduális pilóta képzésen is részt vehetnek majd a hallgatók.